Kezdeni, hogy nem volt előtte semmi kis duma. Szóval köszöntöm a Geek Király szigetének, szigete podcastnek a kedves hallgatóit. Igazándiból egy öröm, tehát van egy jó és egy rossz hírem. Kezdem a rosszal. A rossz hír az, hogy véget ér a Geek Király szigetének első szezonja, amit már szerintem 3 éve nyomok, vagy 2,5. Nem tudom, mikor kezdted. Hát rég, az tök is interjú. Nem szól, de szól. Jó. Szól? Az 2021 volt? 2021 vége? Körül volt, de lehet, hogy most egyébként beszélj, bocsánat egy kicsit. Hallom, csak kicsit. Ha. Jó, légy szíves még egy kicsit. Na, hallható. Jó, oké, jó lesz. De csak megmaradnak a spontán elemek. Igen. Szóval ezt én úgy emlékszem, hogy meg is nézem az adásokat, hogy most így nosztalgiázzak saját magam felé. Az első adás az 2021. november 26-án volt, Stökert Gáborral, Stökivel, aki igazából az egész kicsit szülőatya, mert amikor nála voltam, akkor mondta, hogy miért nem csinálok egy podcastet, és akkor egy pár év alatt eljutottam oda, hogy el is kezdtem, és akkor egy pár év eltelt így az első pár. Igazándiból az első szezon, hogyha ezt is belevesszük, akkor ez most összesen mennyi, miért nem írja ki a számokat, hogy hány adás volt, hát felháborítom, meg kéne számoljam. Lényegtelen. Az a lényeg, hogy 10-valahány adás, még nem értük el a 20-at, lezajlott ez alatt a 2,5 év alatt, és nagyon, hát minden amatőrségével és lelkesedésével szerintem, ahogy belevágtam ebbe az egészbe, így örömből egymás után egy csomó témát felvetettem, voltak, amik elhaltak, voltak, amikből újak születtek, volt, amikből egy csomó ötlet jött, volt, amit meg így elhagyott az ember, de én az elejétől kezdve talán ezt az egész első szezont arra szántam, hogy megtudjam, hogy egyáltalán ezt élvezem-e, és megtudjam azt, hogy mások hallgatják-e, és megtudjam azt, hogy lehet egy ilyet csinálni, és hogy levonjak belőle tapasztalatokat, hogy akarom-e, és hogy hogyan változzon. Úgyhogy... És mi lett a... Engem érdekel, hogy mi lett a... Amit hát, levontál, leszűrtél ebből. Hát vannak dolgok, amiket nagyon szeret... De mert alapvetően szeretek emberekkel beszélgetni, és tök jó ez a, nagyon sokan mondták, hogy szeretik ezt a kicsit, amiről beszéltünk, hogy kicsit ilyen kocsma hangulat, hogy így pár haverral leül az ember, és akkor mintha így iszogatnánk sört közben, így elkezdünk dumálni dolgokról, és akkor lesz belőle, ami lesz. Viszont nagyon sok visszajelzés érkezett arra is, hogy van, aki ennek meg nem örül annyira, mert hogy ilyen csapogunk össze-vissza, és így nem nagyon lehet a témákat sem megfogalmazni, és címeket adni az adásoknak, hanem így valami történik, és ő már ehhez, mit tudom én, nem tudja ezt már így bevállalni. Van ilyen ismerősöm, ugye? És így mind a kettőre gondolva azért úgy szerintem ezen mindenképp változtatva lesz, hogy a tematikára még jobban odafigyelünk majd, de hát most ez így egy meglepetés, mert még nem mondtam, hogy lesz második szezon, ugye? De hát most már kiderül. Az lesz a jó hír? Igen, az lesz a jó hír. Várom a jó hírt, valami jó hírt mondja. Szóval ez a rossz hír, hogy vége az első szezonnak, és a tanuló évek után most elérkezett az idő, hogy a jó hírt bejelentse az ember, és akkor a második szezonnal folytassa majd. Mikor lesz az? Hát most májusban ugye lezárjuk ezzel. Ez lesz a májusi adás, az évad záró, és szerintem augusztus végén, szeptember elején folytatódik a Geek Király szigete. Én azt vettem észre, hogy tehát már nagyjából tudom, hogy mik azok a témák, amikre mindenki odafigyel, mik azok, amiket nagyon szeretnek, és mik azok, amiket kevésbé, valamint mik azok, amiket nem fogok elengedni, mert az én szívemhez állnak közel. Szóval, és még mindig azt kell elmondjam, hogy ez az egész podcast, ez egy,
ez inkább, ez egy hobbi dolog, tehát, hogy ebből semmi pénzt nem látok, és nem is akarok egyelőre megfelelni senkinek, meg nem akarok szponzort keresni, és továbbra is próbálom betölteni azt a kis űrt, ami a magyar, hát úgymond nem tudom, hogy van-e űr, vagy szeretném, hogyha az lenne, amit betöltök. Nincsenek ilyen, én nem vagyok annyira hogy a magyar podcastekben otthon, meg úgy általában. Én se. De szerintem vannak geek podcastek, vannak. Nem? Biztos, hogy vannak. Biztos, hogy vannak. Én megmondom őszintén, hogy mivel nagyon kevés időm van hallgatni bármit, ezért nem is nagyon szoktam témába vágólag. Egy-kettőt, akire azt szokták mondani, na ezt hallgass meg, mert hogy felhozza a témát, vagy a dolgokról, amikről esetleg én is beszélhetnék, beszél, azokba bele szoktam hallgatni, de én úgy érzem, hogy igazából nem nagyon, én nem éreztem eddig konkurenciát, nyugodtan írja meg, aki azt érzi, hogy feleslegesen dumálunk, de én szerintem kellően tág ez a gigség témakör, és bele lehet vinni egy csomó minden olyan dolgot, ami érdekes lehet sok embernek. És egyébként, hogy gondolod, mi volt az, ami, mert itt mondtál olyat, hogy volt, ami nem tudom, amit így elengednél, van, ami így váratlanul téged is meglepve így sikeres. Mi az, ami felé így te a második évadban inkább mennél, mire koncentrálnál jobban? Hát az egyértelmű a beszélgetésekből, meg az adásokból leszűrődik, hogy a szerepjátékos témákra nagyon nagy igény van. Én úgy gondolom, hogy talán meg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyrészt élvezem, másrészt nagyon jó kapcsolatban vagyok olyan arcokkal, akik az elmúlt 30 évet formálták a magyar szerepjátékos életbe, és hát akkor én erre biztos, hogy rá fogok állni, és beszélni fogok mindenkivel. Tehát Nyúltól kaptam ígéretet, Nyulászi Zsolt, a Novák Csanádtól kaptam ígéretet, szeretnék beszélni egy-két régi arccal a Rúna szerkesztőségből, tehát én szerintem meg fogom keresni Patkó Péter Csemdort, aki a kiadvány szerkesztésért volt felelős. És egyébként még a szerepjátékkal kapcsolatosan, tehát fogok beszélni Kovács Adriánnal és Kovik Gettőssel, Jakab Zsolttal, akik annak idején még belekóstoltak a pecsás szerepjátékos életbe, sőt a Zsolt volt a vezetője is a klubnak egy darabig, és még mondom, hogy van tervben még olyan kis titkos dolog is, amit még nem akarok kipletykálni, vagy kidumálni, mert még egyáltalán nem biztos, és tök jó lenne, ha megvalósulna egy az adáson keresztül, és ez is a szerepjátékhoz kötődik. Ez jó hangzik, szerintem az, amit most elmondtál így nekem így, aki hát én úgy kerültem az egész szerepjáték bizniszbe, hogy én például a Rúnát én még olvasóként kezdtem. Tehát én még az abszolút Valhalla Páholy olvasóként érkeztem ebbe az egészbe, és aztán amikor én mondjuk már írni kezdtem nekik, akkor az már nem az a Valhalla Páholy volt, hanem ez már egy ilyen második inkarnációja, vagy nem is tudom, x-edik inkarnációja. Tehát én már külön kezdtem el dolgozni a Nyúlnak, aki a Kódexet vitte, meg külön a Csanádéknak, Andrásnak, meg Csanádnak, akik meg a Magust. Hát gyakorlatilag szóval te is így a hőskor vége felé hőskor, azért hát bekapcsolódtál. Igen, így a vége felé. És nekem pont ezért például én, aki soha nem jártam a Pecsába szerepjátékozni, nekem ezek a, főleg azért, mert nem budapesti voltam, nekem azért ezek a sztorik, még úgy is, hogy azért ilyen régi motorosnak számítok, de vannak nálam még régebbi motorosok, és azért ezek izgalmas történetek. Hát egészen szerintem visszatudjuk majd a kezdetekre, a 80-as évekre, amikor Csanádék, mert ők azért egy tízessel nálunk idősebbek, nálam legalább. Én nem akarok indiszkrét lenni, de egyébként melyikötök az idősebb? Mert azt tudom, hogy te 75-ös vagy. 75-ös. Akkor a Geek Király úr. Ő idősebb. Hát de nyilván, hiszen... Rangidős. Ha nem így lenne, is így lenne. Te hanyas vagy. 75-ös. Hanyas vagy. Ha jó, hát most egyszerűbb. De Gyula, te tudom. Is. Te 78-as. Jaj, tényleg. Hát akkor így, igen. Itt az évadzer kis alakultak a... Jó, hát ezeket tudom, hogy ez, 40 fölött ezek már sértő kérdések. Ja, szóval még a férfiaknak. Ja. Szegény Gyulát itt most kiszorítjuk a szerepet. Nem baj, én úgy hallgatom, ilyen csillogó szemekkel, mint egy gyerek. Szóval ezt a vonat
mindenképp tolnám. A Csepis adáson látszik a papcseperkével, amit csináltam a sárkányfészkes adás kapcsán, hogy tényleg nagyon nagy érdeklődés volt rá, nagyon pozitív volt a reakció arra, hogy kis helyszíni tudósítás volt, tehát megkérdeztük a moziban a D&D filmről azokat, akik látták. Szerintem ezeknek a kis mikrofonos interjúknak is lesz értelme, hogy mit tudom, ellátogatni valamilyen bőrzére, vagy szerepjáték találkozóra, és akkor megkérdezni az embereket. Ez szerintem ez talán egy kicsit egyedi, mert nem nagyon láttam ilyet. És kb. Ennyi a szerepjáték vonalról, tehát biztos, hogy lesz egy jól elhatárolható rovat, és ez el lesz különülve a logóval, meg látvánnyal, már lehet róla tudni, hogy az következik. Biztos, hogy lesz, amit mi közösen is két részbe véve rakva próbáltunk, hogy mozgóképről, filmekről. Most fél év megint eltelt. Igen, igen, lassan kell, igen. Fú, bár én nem sok minden néztem. Igen, az a nagyon durva, hogy én valamikor januárban, vagy talán valamikor láttam, hú, te lehet, hogy fogod tudni, hogy ki az, aki vezeti valamelyik híres amerikai filmíró talán vezeti, hogy miket látott, és pontozza. De és most minden író sztrájk van egyébként, szóval nyugodtan behozhatjuk. Valamelyik így vezeti talán a Soderbergh, vagy nem tudom melyik, hogy miket látott, és melyik filmeket, melyik sorozatokat látott, és gondoltam, ez milyen vicces, én is fogom vezetni, és elkezdtem írogatni, hát ez mindig 10 másodperc egy film megnézése után mondjuk, és aztán most leálltam vele abszolút, mert annyi mindent így, én munka mellett is tudok nézni egy csomó mindent, amik látványban nem annyira, persze tudom, hogy ez csalás, hiszen hogy tudja az ember értékelni azt, amit csak fél szemmel néz. Ja, mindenesetre elkezdtem, úgyhogy azért elég sok sorozatot kiixeltem, úgyhogy most már van... Hát akkor Gyula majd tart igen, egy majd, műsort majd nekünk. Igen, meghallgatjuk, hogy mit kell megnézni. Igen. Én az elmúlt, nem is tudom, öt hónapban én minimálisan néztem bármit. Amit néztem, az is egy csomószor pótlás volt. Tavalyról például néztem meg olyasmit, amiről beszéltünk itt az évértékelőben, és én még akkor nem láttam. Van, amit pótoltam ebből, de én most nem állok jól ilyen sorozatnézés ügyileg. Hát a wishlistjeim azok így nőnek egyre nagyobbra. Fogalmam sincs, hogy egy ponton valószínűleg ilyen, tényleg egy ilyen kasszával lecsapom a nagy részét, és tényleg csak azt nézem meg, ami kifejezetten... Hát ez csak így működik, különben tényleg fel. Hát, én most ezt csináltam. Szóval visszatérve egy kicsit a tematikára, biztos, hogy lesz, hogy beszélgetünk sorozatokról, vagy... Őszig igyekszem utolérni magam. Sőt, a tél. Pláne, igen. És azon belül, hogy filmes rovat, és hogy sorozatokról beszélünk, biztos, hogy lesz még más tematikájú a filmes adás, tehát egyrészt a Gyulával, amit már másfél éve tervezünk, szerintem lesz egy horror antológia-szerűség, amiben kiválasztunk 10-20 kedvenc horrorfilmet, és azokat beszéljük meg. Horváth Norbi Hörbivel biztos lesz egy olyan rovatunk, akivel nosztalgiázni fogunk, amiben nosztalgiázni fogunk a 80-as, 90-es évek filmjeiről. Szerintem az is érdekes lesz. És még mindig bejöhet egy aktuális olyan film, amiről érdemes beszélni. Mint sorozat, mint pedig mozifilm. Igen, ez lesz a filmes. Mindenképp lesz megint valami általános, a geekséghez kapcsolódó érdekes interjú. Ugye volt a szintetizátoros, akkor beszélgettünk több képregényrajzolóval, illusztrátorral, Cserkutival is, ugye, Márkkal is, ugye, a Hellboy képregény kapcsán. Biztos, hogy lesz egy-két ilyen geek arc, akit megtalálok. Benne lesz a szintetizátorokhoz, meg a zenei technikához kötődő rész is. Folytatni fogjuk a korábban leadott szintetizátoros adást, pontosabban egy új témát fog előhozni, ami a Magyar Rádióban zajlott elektronikus zenei stúdióról szól. Akkor hát ez tehát gyakorlatilag minden folytatódik. Ez igen, csak hogy normálisan átlátható lesz, talán még nem tudom őszintén, hogy még kitaláltam egy rovatot, hogy csináljunk, de az lehet, hogy kitaláltam, lehet, hogy nem, már nem emlékszem rá. A lényeg az, hogy ez őszre elég sok, igen, így is. Őszre ez ki fog derülni, és
És mondom, még ilyen mindenféle meglepetésekkel is próbálok készülni egyébként, amit még azért nem mondok el, mert hogy nem akarom lelőni a poént, meg nem biztos, hogy összejön. De ezzel szerintem egy további 2,5 évet így le tudsz fedni. Hát szerintem tehát egyrészt abban fogunk fejlődni, hogy igen, a tematika jól elkülönül majd, valamint úgy érzem, arra kaptam még egy pár kritikát, hogy elkezdődik az adás, beszélgetnek ilyen arcok, és akkor senki nem tudja, hogy ki beszélget és miről. Tehát és még akkor is, hogyha úgy veszük fel az adást, hogy nem mutatkozunk be, nem árt előtt egy ilyen felkonf szöveg. Ezt még én is mondtam egy ponton, mint igen. Nagyon sok podcastet hallgató igen, ember, igen. Hogy én úgy gondolnám, hogy fogalmam nem lenne, hogy ki, mikor igen. beszél, főleg, hogy itt többen vagyunk, mert azért orgánunk eléggé eltérő, de azért ki tudja. De nem tudom, hogy ezt hogy lehet tehát tehát elkezdődik a műsor, bemutatsz valakit, uh-huh. utána hogy lehet elkülöníteni? Utána tehát, már utána okay. már nem lehet. De, tehát, hát meg oda van mindig okay. írva, hogy kik vannak. Hát oda van persze, okay. de ezt én is amiben belehallgattam zenei podcastekbe, külföldiket, amiket hallgatok, egy-kettőt, abban is mindig úgy van, hogy oké, hogy mit tudom, beszélget az interjútársal, és lezajl a fő műsoridőben, de hogy előtte van egy ilyen 3 perces, ilyen bemelegítő, amikor vagy egyedül a podcaster, vagy pedig egy közös, nem tudom, speakerével megbeszélik, hogy na most ebbe az adásba fogunk beszélgetni, vagy beszélgettünk az XY-nal, és hogy miről csak szólt. Igen, tehát ez ilyen tematikai kérdés, mert eddig tényleg ez a sörözős beszélgetős izé volt, és abba ez annyira nem illik bele. Tehát, hogy nekem vagy ez, vagy az. Tehát szerintem az, hogy így az, hogy csak az elején így azt mondjuk, hogy hello, én Juhász Viktor vagyok, ja. azt szerintem beszél. Ja, jó, hát nem. De te nem mondd azt, hogy Juhász Viktor vagy. Akkor megzavarjuk ismét a hallgatókat. Mindenki a másikét mondja. Malkovics. Nem, persze, bántónak nem bántó. Ha nem is ilyen előspeakerrel, de érted, azért egy kicsit jobban így az elején. Én egyébként ezeket az előzetes felvezetéseket, ezeket az amerikai podcastekben nagyon jellemzően, ezeket simán áttekerem. Aha. Főleg, mert nagyon sokszor ott megy a reklám, amit ugye ők így azért már sokkal inkább használnak, amik abból élnek, meg a különböző önpromó, meg vedd meg a könyvemet, a noteszemet, a bármit. Én nem hiszem, hogy ez szükséges lenne itt. Én úgy gondolom, hogy egy hello XY vagyok, és mert az biztos, hogy ezt még én is hallottam, mint észrevételt, és pozitív észrevételt egyébként, hogy tényleg van egy ilyen hangulata, mint ha valaki letelepedne itt a Geek Király Pub egyik asztalához, ami szerintem tök jó, mert én nagyon szeretek itt beszélgetni, és hogyha ez átjön egy hallgatónak, az egy szuper érzés. De általában egy idegen asztalhoz nem ülsz csak úgy le, vagy ha odaülsz, akkor utána egy elmész, vagy elkezd zavarni, nem tudod, hogy kik beszélgetnek, és ott megbögdösöd, hogy figyú, kik ezek? Ez igaz, tehát valami picit egy formát lehet neki találni, az valószínűleg nem árt. Hát valószínű, hogy tényleg csak pár szóban nem ragaszkodom az amerikaihoz, de hogy egy pár szóban legyen, és hogy azért vagyunk már... Van pár ilyen stabil vendég, mint ti is, akikről viszont szeretnék a weboldalon majd azért egy-két leírás, és hogyha tényleg kíváncsi rá valaki, hogy ki a franccal beszélgettem, akkor csak rákattint a név alapján, és megtudja. Egyébként a másik, amit én például... Hú, de fasz a pólód van most. Köszönöm szépen. Godzilla. Neked van egy nagyon jó Godzilla-s pólód, neked van egy kurva jó sapkád, ami nem tudom mit, hogy ez is ez valami Pacific Northwest-es dolog? Nem, ez még régebbi, ez egy ilyen menő túra cégnek a sapkája, nagyon tetszett a baseball sapka, és semmi más cuccukra nem volt pénzem, mert nem baromi drágán adják a dolgot, de a baseball sapka az így jó volt. Én pont ezt akartam, nagyon jól, bocsánat. Nem, pont tök jól passzol, mert pont ezt akartam mondani, hogy az viszont szerintem az erősíti a sörözős beszélgetés hangulatot, hogy tehát szerintem ez már átjöhetett így a hallgatóknak, hogy tehát ezen adástervnek még a nyoma sincsen. Tehát, hogy így de abszolút. Sokszor nem. De azért és ez nem, ezt úgy mondom, hogy mi is én itt már úgy egyszer ülünk. Készültem ilyen nótokkal. Teljesen meglepődtetek, amikor valamelyik sorozatos adásnál, vagy filmesnél, én itt ilyen volt egy lista. Megnyitottam én ilyen fájlokat. Teljesen elkerekedett szemmel néztük, hogy mi ez az úri huncutság. De, és úgy gondolom, hogy biztos
tehát ez megint egy olyan, hogy milyen típusú podcast. Én nagyon, nagyon szívesen hallgatom azokat a podcasteket is, ahol tényleg érződik, hogy emberek spontán beszélgetnek, és hogy van egy körülbelül téma, hogy mondjuk, nem tudom, videójátékokról beszélgetnek, és ami éppen az elmúlt pár hétben jelent meg. Szerintem az is benne van egyébként, hogy a, pont ez a fajta csapongás, ez mondjuk egy plusz 3-4 órát azért rádob a hosszra. Tehát a, igen, nem lehet annyira ilyen 45 operáló perc vagy egy óra alatt így letolni. Ez most kérdés, hogy ki mit szeret. Valóban, ahogy te említetted korábban, hogy a pandémia vagy COVID időszaka alatt nem számított, hogy most 2 órás podcastet hallgat az ember, vagy 1 órásat, sőt, akkor még jó volt, hogyha hosszú volt, mert lehetett csapongani, lehet, hogy most már tényleg így visszazökkenve a valóságba kevesebb ideje van az embereknek. Igen, hát én erre a saját podcast listámon látom, hogy van olyan podcast, amit szerintem már 1 éve gyűlik a... Olyan, nekem nagyon sok olyan van, igen. Jó, nem egy van nálam se sajnos, de határozottan megugrott így a számuk. Van a Roger Dickinsnek a izéje, a podcastje, azt mindig az, egyet-egyet meghallgatok, és akkor... Ez az operatőr, a híres, igen. A brit operatőr. Igen, és mindenféle filmest meghív, nem csak operatőröket, most éppen valamelyik Skarsgård van nála a sokból. De mindig van ugye az apa, és akkor neki van vagy 80 fia. Igen, ők egy népes család. Igen, de hogy az tipikusan az, ami gyakorlatilag minden adást szívesen meghallgatnék, és így nem tudom, van ott száz, sok amit még, van. Igen. Nekem van szerintem elmentett adásom még, nem tudom, 2020-ból is, amit simán egyszer biztosan meg fogok hallgatni, csak nem tudom, 3 órás. Tehát, hogy azt már akkor is úgy éreztem, hogy egyébként kicsit sok. Tudsz, mert oké, hogy te zenével foglalkozol, te nem tudsz hallgatni igazából podcasteket, meg semmit, mert hát neked, igen. De te meg szöveggel foglalkozol. Én sem tudok hallgatni semmit. Igen, tehát, hogy végül is te sem tudsz nagyon. Én futás közben hallgatok, én sokat futok, vagy sokat gyalogolok, vagy mind a kettő. Mm. Ez például pont a COVID-os időszakban nagyon sokat csináltam, mert ez ott az egyetlen egy módja, hogy kiszabaduljak a lakásból, hogy elmentem futni. Akkor rengeteget futottam. Most is ez van. Én munkaközben szöveggel dolgozom, én képtelenség. Azért, én nem, még, ezen gondolkoztam. Én még olyan zenét se tudok hallgatni, aminek van dalszövege. Persze. Egyébként nekem is, hogyha angolul kell írnom, akkor ki kell kapcsolnom, hogyha énekelnek valamit. Bár mondjuk ritkán hallgat, főleg instrumentális dolgokat. Most már én is. De hogyha véletlenül ez, akkor kikapcsolom. De akkor én vagyok az egyetlen szerencsés, aki munkaközben tud hallgatni podcasteket. Ja. Mindenképp neked kell vezetni mostantól. Aha. Vagy, podcast ajánlott vagy hozzá a témát, igen. Igen. Ja. Szóval nekem is nagyon sok az elmaradásom, és hát nagyon sok zseniális podcast van, tehát hogy tényleg ilyen szívfájdalom ez mindig, de hát ez van. Ja, meg nagyon sok szar. Hát is. Ja. Van olyan podcast egyébként, pont azért néha-néha bepróbálkozom újakkal. Általában ez úgy szokott történni, hogy valaki, akit követek valahol, ezek általában mondjuk angol vagy amerikai írók, genre írók, fantasy, science fiction főleg, elmennek valamilyen podcastbe vendégszerepelni, és akkor ott kirakják mondjuk Twitterre, vagy bárhol, vagy itt voltam, és akkor így meghallgatom miattuk, de hogyha olyan a műsor, akkor kiderül, így nagyon sok ilyet kezdtem el hallgatni, hogy ó, hát ez jó, jók a kérdezők, jó a koncepció, és akkor hirtelen ott is kiderül, hogy mondjuk, nem tudom, 4 éve megy, képtelenség utolérni. És akkor megint van 200 adás, amit majd meg kell hallgatni. És akkor azt szoktam csinálni, hogy akkor így kimazsolázgatom mondjuk a számomra érdekes témákat, vagy szerzőket, és akkor azzal így el vagyok, de ezeket én kompenszerűen szoktam egyébként csinálni. Tehát, jó, vannak ilyen időszakai. Vannak ilyen időszakai, akkor most felfedeztem ezt a podcastet, akkor most ebből hallgatunk. És van olyan, ami tök jó hangzik, de mondjuk nem tudom, rettenetes a hangtechnika, tehát nem értem, amit mondanak, meg nem tudom, én egy rossz minőségű Skype, igen, valami nem tudom, híváson keresztül kommunikálnak, igen, és igen, akkor mindenkit értek, csak az interjú alanyt nem. Vannak ilyenek, akkor azokat így
hát szívfájdalommal eltelve, de leveszem a listáról. Igen, most eszembe jutott még egy, ami neked kicsit munkába is vág, hogy van egy olyan podcast, és az tipikusan megint az, amit így bejelöltem, elraktam, tudod, így a Spotify-on így a My Episodes közé besöpörtem rögtön 30 adást, az minimum 60 óra, egyet se, vagy kettőt hallgattam meg eddig. Azok a, ez egy olyan podcast sorozat, ami olyan el nem készült filmekről szól, tudod, nem tudom, mi annak a címe. Ez a de Best Movies Never Made. Never Made, igen, hát Best pont, Movies Never Made. Ezt én egy nagyon kedves barátom ajánlására kezdtem el hallgatni, az is, aki egyébként szokta néha a Geek Királyt is hallgatni, ezt pont tőle tudom. A Csigás? Nem. Jaj, jó. Nem egy Amerikában élő képregényíró barátom, meg szerep, most a szerepjátékokat is ír egyébként. Akkor ezért van az a USA 2 view, vagy ha a listener. Na, szia lesz. Üdvözöljük innét, és köszönjük szépen a hallgatást. Tamás Filászló lesz, nagyon-nagyon jó képregényeket csinál, mármint, hogy ő írja, és mások az nem is tudtam, hogy van Amerikában élő magyar képregényíró. Aki angolul ír egyébként. És, nem, és melyik kiadóknak ír? Magának egyelőre. Van egy... Tehát ő most éppen a Strangers from Nowhere című kis imprintjét csinálja, mert egy személyes kiadó, és ő most ilyen fanzin szerepjátékokban utazik, amiket ő írt, tehát ezek a fanzin méretű szerepjátékok. Aha. Most Kickstarter esztetett egyet tavaly, ami egy ilyen The Conduit című, aminek az a lényeg, hogy ez egy személyes RPG, ez a, vannak ezek a naplóírós RPG-k, amik kifejezetten fanzin méretre vannak szabva, és gyakorlatilag az a koncepciója, hogy te egy ilyen médiumszerű figura vagy, akin keresztül valami erő át akar így nyúlni, meg akar nyilvánulni, és akkor így maga a játék így végigvezet ezeken a lépéseken, és nagyon jó. Tulajdonképpen mint egy ilyen írós prompt per szerepjáték, nagyon jó. És már készül a következő, van egy hírlevele egyébként, amiben mindig hírt ad arról, hogy mind dolgozik. Most például a Pod People nevű szerepjátékon dolgozik, ahol az a csavar, hogy itt azokat a tehát itt azt a lényt fogod játszani, mint a testrablók inváziója a filmekben, a testrablós idegen intelligenciát. Hogy terjeszkedjél, igen, meg ilyesmi. Igen, tehát nagyon-nagyon-nagyon. És van régen, tehát a The Observatory Comics nevű képregénnyel indult ő, ami egy ilyen évekig webkomik volt, aztán megjelentette egy pici, azt hiszem a Calibernél talán, tehát megjelent, vagy nem is tudom, hogy hol megjelent, de aztán visszaszálltak rá a jogok, tehát hogy jelent meg nyomtatásban is, de például ez kifejezetten webes publikációt, és nagyon ilyen kicsit ilyen meghökkentő mesék, csak ilyen egy oldalas. Fú, de szerettem. Egy oldalas, és ő írta, és mindig más, vagy többen rajzolták. Tehát gyakorlatilag megtett, hogy ezek a főállásban ezeket írja, vagy... Ezt el lehet érni akkor? Mert ezt esküszöm persze, megnézni. Persze, adom majd a linket. Annyira én a meghökkentő mesék felé, mondjuk egy oldalas sztorik, az aztán kihívás. Igen, és nagyon, szerintem nagyon jó. De én hogy csak elfogult vagyok, ezt azért szeretném elmondani, de igazából. Én úgy gondolom, hogy érdemes megnézni, mert nagyon jók vannak. Ő akkoriban biztos Floridában élt, amikor ezeket írta, most már északon él, tehát az északi részen, és ő nagyon benne van ez, hogy ő azért ott így eléggé sokat élt Floridában, ahhoz, hogy az íze, zamata átjöjjön. Florida man. Florida man, ezt akartam mondani. Te is nézted az Atlantát? Nem, csak... De ez a Florida Man, ezt tudod, hogy ez persze, ilyen... Persze, abszolút megvan. Na, de a Florida Man egyébként az korábban is meg... Tehát, ugye az volt, mindig volt. Az mindig volt? Man, én ezt ott hallottam először az Atlantában. Hát én ezek... De én láttam, azóta utána voltam. Most már van egy film is ezzel a címmel, a Netflixen láttam, de valami... De az egyébként a Florida Man, az mindig az volt, hogy tehát, hogy az egy ember... Igen, tehát, hogy Florida Man, mit tudom, ellopott egy kocsit, igen. És lemészárolt. És ennek a félreértelmezése, igen. Végül is. Igen. Persze. És annyi, igen. Volt, úgy látszik, hogy nem véletlen. Én, ezt nem, én azt hittem, hogy ez az Atlantá, én az Atlantában hallottam, és ott kurvára tetszett nekem, főleg az, hogy volt az a bevágás is hozzá, mutattak ilyen cselekedeteket, amiket végrehajtott a Florida Man, de én nem tudtam, hogy ez előtte is volt, mint mém, vagy mint referencia. Ezt most évekkel ezelőtt láttam,
hallottam, ez egy kicsit homályos, de azt hiszem, hogy van ilyen, hogy ha rákeresel a, nem tudom én, most akár a neten, vagy lehet, hogy van erre már külön szájt is, most már tényleg nem emlékszem, hogy hol láttam, de az olyan, hogy megnézheted, hogy például a születésed napján milyen Floridában mit csinált valaki. És mindig van, tehát minden, tényleg mindig van valami, tehát szerintem nincs olyan nap, hogy ne lett volna valami. Igen. Igen, és hát ez a vicc, hogy az Atlantában a összeesküvés elmélet hívő haver úgy állítja be, hogy az valaki. Persze, igen. Floridában. Igen. Agyonvert a flamingókat. Igen, még nem néztük meg az utolsó szezon, de igen, abban van egy ilyen mély filozófiai főhős, a háromból az egyik az igazából így... Fú, milyen neve a srácnak? Most nem emlékszem, de ő az, aki ilyen elfilozofál a dolgokról, és mindig erőszakmentesen oldja meg. Szétszívva. Igen. Vagy ki tudja, hogy mi hatása alatt, de lehet, hogy alapból is olyan. Fú, a negyedik évad van az egész sorozatban a kedvenc részem. Aha. Na, és jó, úgy, hogy kurva sok jó rész volt benne. Hát eddig nagyon jó részek voltak. Nekem mondom, a második egy kicsit nehezen indult, de ott a németes rész az nagyon, hát az nagyon feldobta, de és a harmadik Nekem a harmadik vége nem. De még azt nem láttuk, vagy nem emlékszem, de hogy a harmadik az meg tök, tehát az tök jó volt, hogy Európába játszódott. Igen, hát. Rámutatott egy-két érdekes dologra, hogy látja egy amerikai gettóból jött, Atlantából jött rapper az európaiak, hogy élnek. De egyébként nekem mondjam, hogy a magyar rész abból a sorozatból, amikor a magyarokról volt, szóval az egy tök jó, kedves rész. Valószínűleg nem is itt forgatták, valószínűleg. Nem? Valamelyik ilyen soundstage-en. Ja. De mondjuk lehet, hogy ez pont egy... Lehet, hogy megtörtént. Pont a Origóban az egyik, vagy nem tudom. Ja. Na, szóval igen. Ja. Igazándiból gyorsan én csak felhoztam azt az oldalat, de szépen beszélek. Bátorak legyetek. Hogy ugye, tehát egyrészt most el fogunk tűnni egy-két hónapra, gyorsan megbeszéljük, hogy kinek mi a nyári programja, azon kívül, hogy dolgozik. Mert Gyula, te meg ráadásul valami olyan nyomorult irigylésre méltó helyre mész, hogy azt el kell mesélni. Na csak. Kezdhetjük azzal is. Szerintem egyébként utána már volt róla szó korábban, csak akkor még nem volt biztos, úgyhogy csak ilyen elszólás szinten, hogy a... Csak hogy mindenki utáljon. Nem, mivel ez a Polinész sziget világban játszódik, az a sztori, amin dolgozunk most már harmadik éve, és még jövőre is, ez a képregény, ezért, és akivel dolgozom, az író, a két íróval dolgozom, az egyik az egy ilyen szupermenedzser, tehát egy buldog, tehát utána megy minden lehetséges szponzorációnak, valahogy megszervezték, hogy el tudjunk menni több szigetre is. Való. A Polinész sziget világba, ahol játszódik a sztori. Borzasztó munkaút. Pont Pitcairnre nem, mert hogy az nagyon messzi, tehát hogy az hajóútban több nap. Oda nem is megy repülőtér, nincsen a picike sziget, nincs repülőtere, meg semmi. Oda nem tudunk most menni, lehet, hogy majd egyszer, de hát egyrészt megyünk Tahitire, ami hát ott a legnagyobb sziget a francia Polinéziában, és akkor onnan megyünk át egy kicsi szigetre, ez az Ausztrál szigetcsoport, ennek az a neve, hogy Ausztrál szigetcsoport, ott egy Tubuai nevű szigetre, ami egy nagyon pici, nagyon eldugott sziget, abból a szempontból eldugott, hogy nem igazán turista központ. Tehát, egyre szánalmasabban hangzik. Hát ott itt van két... Ha könyököm csavarnák, sem mennék el. Itt van 2000 ember, ott fogunk ilyen workshopokat tartani, meg ilyesmiket. Ja. Hogy mondhatnál viszont erre, utána megyünk egy másik szigetre, egy Moria nevű szigetre, ami meg ilyen nagyon... Móriába, igen. Ami meg egy ilyen, tehát Bora-Bora, meg Moria, ez a két leglátogatottabb. Ezek azok a nevek, amiket... Figyelj, te le lesz turistával, ott lesznek turistával, meg mindennel. Szállodák nincsenek egyébként. Nagy szállodák nincsenek, hanem csak víz fölött álló kicsi kaibák, tudod, amiket kurva drága lehet valószínűleg bérelni. Mindenesetre erre a három szigetre megyünk, ami kurva jó lesz, amiben abból a szempontból extra jó, hogy
hogy hát nem mi fizetjük, úgyhogy... Hát és még ráadásul. Ez és amúgy ez tényleg úgy van, hogy ez a francia polinézia, ez abszolút látogatható útlevél nélkül, hiszen a francia köztársaság része? Igen, azt szokták mondani, hogy ez a leghosszabb belföldi út, ami létezik a világon. Világon. Az, hogy Párizs, mi is Párizsból megyünk, és Párizsból 16 óra az út, mármint átszállással együtt, és még mindig a francia, hát nem is, hát félig nyelvterületen, hiszen vannak a helyi nyelvek, meg francia, de a fennhatóság is félig franciának. Na, hát mire volt jó ez a kolonizáció? Hát végre, igen, valami értelmes dolog. És még mondja valaki, hogy képregényt rajzol, nem menő. Ja. Nem, egyébként tényleg az a nyitja, hogy egy olyan menedzser kell, uh-huh. aki így nagyon utána uh-huh. megy a dolgoknak, és ebben nagyon szerencsém van, mert uh-huh. a Mark, akivel dolgozok, ez a francia író, ő tehát egy szuper jó menedzser. Hát ez Mark, hogy így összejött. Én azért azon túl, hogy így leköpnélek, azért nagyon irigykedem, és hogy borzasztóan biztos nagy élmény lesz, meg rohadt jó. Hát kaland. Dolgozunk is, mert lesz dedikálás lesz. Dolgozunk. Egyébként minden nap lesznek workshopok gyerekeknek. És a könycseppet elmorzsoltad. Igen. Nem, hát úgy, én nem minden nap fogok. De ők igen, de persze ez csak. Hát ez szuper jó, ez abszolút életút, az élet utazása kb. Tehát kíváncsi vagyok. Hát magamtól nem valószínű, igen. hogy így össze... Én őszintén szóval gondolkodtam rajta már egy ideje, meg nagyon vonz, de kíváncsi vagyok a tapasztalataidra, hogy mit mondasz majd. Egyébként az érdekes, hogy amikor először dumáltam velük a projekt legelején, az első Skype uh-huh. beszélgetésen kérdeztem tőlük, hogy figyeljetek, nektek van ilyen tervetek, hogy elmenni megnézni ezeket a helyeket? Mert én benne vagyok, és rakjuk össze, és és menjünk, és stb. És mondták, hogy igen, ráadásul keresünk hozzá szponzorokat, ez az Erta Hiti, ami oda megy, uh-huh. ezt valahogy összeboronálták a kiadóval, és akkor a kiadó intézte ezt így vagy úgy. Tehát, hogy már amire én nekem eszembe jutott, hogy tök jó lenne menni, addigra ő nekik már régen eszikbe jutott. De hát ez tök jó. Hát gondolom, sőt, az egyikük volt is már. De hát gondolom, ez nekik ott a szigeteken is tök jó reklám. Ez mármint, hogy hol, akár. Hát figyelj, ez igazából nyilván, hogy mondjam, nincsen olyan populáció ezeken a szigeteken, hogy sok könyvet el lehessen adni. Ármat. Hát, de valamennyit nyilván el lehet, meg ott egy könyvesbolt, ott is kapcsolatban vagyunk. Meg úgy mindenkinek tetszik a projekt nagyon, úgyhogy ja, végül is mindenkinek jó valamennyire, de főleg nekünk. Úgyhogy... Én csak azt láttam ott, hogy rákerestem olyan szállás lehetőségekre a szigeten, addig eljutottam valamikor, hogy el lehet menni családokhoz, uh-huh. és akkor ott, hogy valami kis melóba beleszállsz, ami egyébként tök jó lehet, hogy együtt vagy a helyi közösséggel. Ja, igen. Hogy mit tudom, dolgozgatsz egy 3-4 órát, akkor odafigyelsz a gyerekekre, akik már nem olyan kicsik, hogy mit tudom, beszélgetsz velük uh-huh. angolul, cserébe utána délután odamész, ahova akarsz, megmutatják a szigeten a helyeket, igen. és hogy kapsz kaját, reggelit, vacsorát, igen. és aludhatsz is. És ki volt hangsúlyozva mindegyik helyen, ahol őslakók voltak, uh-huh. tehát nem, senki nem volt francia, uh-huh. hogy lehetőleg ne franciák jöjjenek. Ja, szóval lehet, hogy annyira nem kedvelik őket ott, vagy ott volt valami. Egyébként ugyanilyet hallottam. Tényleg mindegyiknél ez le volt írva, hogy örülnénk, ha nem franciák jönnének. Így ennek az óriási, egy óriási polinéz szigetvilágnak a háromszöge, annak a felső csúcsa az Hawaii, és igen. én onnan hallottam ezt. Uh-huh. Volt ismerősöm, aki volt egyszer Hawaii-on, és ugyanígy voltak, azt hiszem, a családjával, hogy dolgoztak valami mezőgazdasági uh-huh. munkát, egy hónapig mondjuk, és cserébe kaptak szállást. Ja, azt én is hallottam, igen, Hawaii-on is. Igen. Vagy valami ilyesmi. Tehát, igen. hogy valószínűleg ez a többi izén is működik, a többi szigeten is működik, gondolom a nagyobbakon. Ja. Főleg. Csak mondom, ott nem. De hát egyébként elképesztő, hogy az a távolság, ami ott szigetek között van. Ha repülővel megyünk át az egyik szigetre, ilyen kis propelleres géppel, hát az van, tehát a két sziget között ilyen magyarországnyi távolság. Hát iszonyat nagy területet foglal le Polinézia. Tényleg, és ez mondod, csak a szomszéd sziget. Hawaii-tól egészen majdnem Új-Zéland. Hát nem, Új-Zéland a másik sarka, és igen. a harmadik sarka az meg a Húsvét szigetek, ami meg túl. Dél-Amerika. Tehát, hogy rohadt nagy. Persze, ez az egész ez felfoghatatlan távolság. Igen. Csak Los Angelesbe fogunk átszállni, csak onnan
valami 10 óra, vagy nem is, nem 10, de 8 óra onnan az út befelé a tenger felé, a tenger közepére. Ráadásul Tahiti az pont a Csendes óceán közepén van. Tehát, hogy onnan még, hogy eljussál Új-Zélandra, még annyi. Tehát, hogy a távolság olyan, amit így, te még a földgömböt megnézed, ott is az a távolság Dél-Amerika és Izé között, és Óceánia között, tehát az ilyen felfoghatatlan nekünk, nekem. Hát az eszetlen nagy víztükör, meg nagyon érdekes, hogy ott mennyi elmélet van arra, hogy hogyan a szigetlakók hogyan népesítették be onnan, igen. Ugye talán a Thorheyerdalnak is, annak a híres skandináv kutatónak, aki a tengeren való vándorlással foglalkozott, is volt valami expedíciója, ahol be akarta bizonyítani, hogy onnét Dél-Amerikából jöttek, de talán ez nem jött össze neki. De az a lényeg, hogy ott is ilyen iszonyat távolságokra elmentek, igen, a kis papírhajóikkal. Így van. Igen. És nagyon durva, hogy egyébként, amikor már volt populáció majdnem mindegyik szigeten, mert például a Mysteringben is sokáig keresik hónapokon keresztül azt a szigetet, ahol nincs, ahol le tudnak telepedni. Ott háborúkat, tehát voltak háborúk szigetek között, ahol ilyen 1000 kenukkal indultak el, 1000 kenu ellen. És akkor, tehát egy olyan, mint egy ilyen... Gyűrűk ura vizen. Kvázi, igen. Ilyet csak maximum nem láttam most az új avatar, de úgy képzelem, hogy olyan lehetett, ja, mint abban kb. Tehát csak a valóság van. Szóval ilyen elképesztő az a vízi világ, ami ott van. Nem beszélve arról, hogy az élővilág is ilyen, tehát, hogy... Hihetetlen szép. Jó, hát köszönjük szépen Gyula nyári programjának ismertetését. Most a mi szánalmas. Mert tavaly te voltál messze, ne szórakozz. Jó, hát csak szivatlak, tudod. Szóval így igazából te mit tervezel a nyára, mint a most így mondjuk? Én... Leugrunk Almádiba. Hát én lemegyek Szekszárdra. Jó, köszönjük. Mármint tényleg, de ennyi. Nem, igazából tényleg megyek valami bortúrára. De hát az... Hát nekem nincs semmi egyelőre, még csak olyan különösebben izgalmas sem. Hát beszélhetünk egy kicsit mondjuk a Neokorról is, hogy mert mind a ketten ott dolgozunk a következő projekten, de szerintem pont abban a fázisban, hogy nincs, tudunk róla beszélni. Meg szerintem nem is beszéltünk róla egyébként, szerintem. Hát szerintem nem is beszélhetünk, igen, róla. Tehát nincs is bejelentve. Igen. Egyébként nyáron fog megjelenni, amit nem dolgoztok? Nem. Hát nagyon messze van az még. Több mindenen dolgozunk egyébként. Igen. Azt el lehet mondani, hogy van egy King Arthur Knights Tales kapcsolódó dolog, az majd valamikor, meg van egy másik, ami majd egyszer. Ja, én a másikról tudtam. Van egy és egy másik. Ja, én a másikról tudtam, ami nem King Arthur. Az még nagyon sokáig nem is publikus. Ja. Hát nekem mellette még van egyéb is, tehát például a 18 éves gót énem elvállalt most így ennyi idősen egy olyan munkát, amit akkor nagyon szeretett volna. Nem vicces. Most éppen a Holló című képregényt fordítom. Ami majd meg fog jelenni. Az akkori nem régi semmi. Holló képregény. Igen, ezt kiadták 2010-valamennyiben egy ilyen felújított, kiegészített, kibővített verzióban, tehát például benne vannak olyan dolgok, olyan oldalak, amik nem kerültek bele a régi füzetekbe. És ki adja ki? Hát ez nem tudom, hogy ez most mennyire publikus. Hát figyelj, hogyha az, hogy megjelenik, igen, akkor... Lehet, hogy ez se volt publikus, akkor ez most egy bőjé. Akkor meg már mindegy. Nem, úgy tudom, úgy emlékszem, hogy ezt a Gabó kiadó fogja kérni. Jaj. És van a... De nem tudom mikor, tehát ezt ne kérdezzétek, mert ezt nem tudom mikor. És van egy ilyen előszó benne, ahol a James O'Barr így írja is, hogy kb. Mi alapján kerültek bele. Tehát tényleg ilyen egészen vicces sztorik vannak arról, hogy úgy csinálták a Hollót, hogy fogalmuk nem volt, hogy kell képregényt csinálni. Mm-hmm. Tehát nem tudták, hogy vannak ezek az ívek, meg hogy itt ki kell jönni az oldalszámoknak, és egy csomó olyan plusz oldal volt, meg minden, és akkor ebben vannak olyan dolgok, amik utólag kerültek bele. Látszik is egyébként, hogy ilyen, nem azt mondom, hogy egy utólag lett beszkennelve, de lehet, hogy igen. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen fiókból kimentett dolgok. Nagyon bizarr érzés így 2023-ban a Holló című képregényt, ami egyébként ez a tényleg az ilyen teljes verzió, tehát ilyen, nem is tudom, 300 oldal, tehát hogy ez egy ilyen... És egyből, ez egy sorozatban lesz, vagy... Én szerintem ez az összes szerintem. Ja, tehát, egy omnibusz jelleg. Hát amennyi a Hollóból van, tehát hogy ez egy vaskosabb kötet. Uh-huh.
Tehát ezt most így még a neokoros fő munka mellett ezt csinálom. Meg vannak ilyen egyéb saját saját projektek, meg szerintem hát meglátjuk, hogy alakul, így nyilván így jó lenne majd menni valahova, de én egyébként én tavasszal és ősszel szeretek utazni. Már amikor tudok utazni, mert a nyár az, én hosszú évekig egyébként nyáron utaztam, mert a körülmények és egyéb okok miatt így csak akkor lehetett, hogy tudtam. De ha nem muszáj, akkor általában ki szoktam kerülni ezt a klasszikus nyaraló időt, mert egyrészt nagyon meleg van, másrészt nagyon sok ember van, másrészt minden nagyon drága. Ezen nyilván a Covid elég sokat változtatott, tehát ez a, ha lehet menni, menjünk, megyek. De most éppen nem nagyon rajzolódik ki semmi, különösen nem ilyen izgalmasságok, mint Polinézia, de hát majd valami csak lesz. Egyelőre valószínűleg látom, hogy a gép előtt fogok ülni, de ki tudja. Hát, ja. És Gergő, neked? Nem, hát van más közös munkás, is rájöttem a neokoron kívül, igen, mert ugye... csak ezt gondoltam, hogy majd te... Ja, ugye megjelent nekünk március végén, április elején, már nem, megmondom az őszintén, nem emlékszem pontosan, talán március 28 március volt. Március vége, igen. A Drop nevű játék, amiről már beszéltünk párszor, a Microprose kiadásában. Nem tudok arról se igazán még nagyon konkrét dolgokat mondani. Én, tehát egyrészt... A kritikák. A visszajelzések tök pozitívak. Abszolút pozitív, minden kritika. Én úgy tudom már, hogy a számokban se vagyunk rosszak, és meglátjuk, hogy... Tehát igazából mi egy nagyon kicsi, úgymond fejlesztő cég vagyunk, ahol dolgozik nagyon-nagyon kevés ember, egyrészt szeretetből, másrészt kevés pénzből, és ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni, nagyon szükség van arra, hogy kössünk egy következő projektre szerződést valakivel, és most így ez van. Én ezt egyébként az előbb eszembe jutott, hogy bedobom, de aztán tényleg úgy voltam, hogy na ez például klasszikusan az, amiről nem tudom, hogy én beszéltek, és nagyon örülök, hogy elmondtad, mert a Drop System Reach az egy nagyon jó látni, hogy olyan játék lett belőle, és ezt én úgy mondom, mint hogy én egy ilyen szabadúszóként dolgoztam nektek, tehát hogy van egy ilyen kicsit ilyen kintről is rálátásom, hogy mondjuk nekem mi volt az első impresszió, amikor elmeséltétek, hogy mit dolgoztok. Nagyon jó látni az, hogy ez úgy látszik, hogy tényleg így át is jött. Tehát nagyon olyanok a visszajelzések, amik valahogy tényleg azt mutatják, hogy olyan emberek találták ezt meg, akik érzik benne azt a bizonyos hangulatot. És be tudja szívni őket. Mm-hmm. Beszippantja őket. Igen. Egyébként el kell mondanom, hogy ez nem egy egyszerű játék. Tehát, hogy így a... Gyula, nem sokára jön a Mac-es verzió. Én már tesztelem épp. Ennyit elmondhatok. Tök jó. Szóval nagyon, nagyon addiktív. Nem, szerintem én azt mondom, hogy úgy megdolgoztatja az embert. Tehát, hogy így. Az a baj, hogy én valószínűleg én mindenképpen ki akarom próbálni, mert nem tudom, nincsen remélem nagy gépigényem, mert nekem egy ilyen ős régi Mac-en van, amint dolgozok. Nem hiszem, hogy probléma lesz. De viszont nagyon gyorsan fel fogom adni, hogyha így meghalok állandóan. Nem, ez nem olyan, hogy meghalsz. Pont ez a jó. Hát nem sikerül meghekkelnem idő alatt, mert ez a hát time pressure, ez hát ilyen rohadt durva. Akkor újra próbálkozom. Jó, persze, csak az... Szerintem azért, tehát mindenki az dicséri a progressz görbe emelkedését, hogy azért bele, tehát szerintem nagyon sokáig el fogsz jutni egészen addig, amíg elkezdesz anyázni és ledobod. Igen, én sem úgy értem, hogy az elején nehéz, hanem egy idő után már, már megdolgoztat nagyon. Meg kíváncsi vagyok, hogy milyen sztorit találtatok ki köré, vagy ha találtál végül is. Hát, voltak alapok, amikre építkeztem, aztán utána pedig így voltak, hogy is mondjam, közös brainstormok. De gondolom, valami cyberpunk jellegű. Hát, abszolút. Ráadásul az ilyen old school. Igen. Old school. Tehát egy pár szóban azért mondjuk most már, hogyha így beszélünk róla, ez egy kb. Olyan cyberpunk környezetben játszódó játék, vagy egy ilyen disztópikus jövőben játszódó játék. Kicsit visszatérve a 80-as években, mint amikor még a 80-as években elképzelték, hogy milyen lesz a 2020-as évben. Igen. A jövő. Mind kinézetben, mind maga az egész játék egy hacker szimulátor a disztópikus jövőben, ahol egyébként tulajdonképpen maga a játék az, ha úgy vesszük, akkor tényleg azt kapod, amit a te jövőbeli hackered látna. Tehát, hogy a kis költségvetés egyik
előnye tud az lenni, hogy ezt átforgatod a sztori, vagy a megjelenés részévé. Yeah. Tehát, hogy itt nem, tehát nem árunk zsákból, csak hát nincsenek benne, nem tudom én, félmillió dollárból készült cutscene-ek, ahol bemokepeltük, nem tudom én, aktuális hollywoodi sztárok seregét. Ennek ellenére csak itt egy pillanatra, mint hogy mondjam, fogyasztó, hadd szóljak hozzá, hogy engem konkrétan a vizualitása fogott meg. Engem tehát, is egyébként. Amikor én megláttam ezt a játékot, akkor az tulajdonképpen én demo verzióban, ez teljesen játszható játék volt, csak mechanikailag volt kész, nem volt még ráhúzva a narratíva igazából. Engem teljesen elvarázsolt, és én azért is örülök, hogy ez a retro cyberpunk hangulat, mert nyilván ez egy olyan cyberpunk, ami tényleg, ahogy elképzelték a 80-as években, hogy kicsit pixeles, kicsit stilizált, erre én próbáltam törekedni a sztoriban, az elnevezésekben, a különböző frakciónevekben, az egész tehát a Windport nevű városban, ami a helyet ad ennek az egész játéknak, hogy ez a sosem volt, sosem lesz cyberpunk jövő. Egyébként maga az alapötlet, amire épült, azt már maga az Etherfield csapat adta, tehát az már megvolt, és ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy olyan szempontból nem egy tipikus retro cyberpunk, hogy ez egy olyan jövő, ahol pont fragmentálódik a világ. Tehát, hogy nincs egy nagy Matrix, mint mondjuk a William Gibsonnál, hanem sok-sok networkre esik szét minden, amik teljesen függetlenek egymástól, ezzel fallal körülvett kertek, de inkább ebben az esetben erődök, ahova a játékos, mint egy ilyen feltörekvő hacker megpróbál bejutni, és onnan dolgokat elhozni. És akkor ez egy kicsit ilyen Robin Hood történet, kicsit egy intrikázós szál is van benne, ahol különböző frakciók között pattogunk megbizatásokkal, és mindenkinek van egy valamilyen titkos, vagy nem annyira titkos szándéka. Én úgy gondolom, hogy a savaborsa nyilván maga a hekkelés, az szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és tényleg addiktív. Tehát ezt többen mondták, én is tanúsíthatom, hogy nagyon megvan benne ez a fú, na jó, még egyet. Sok embert ismertek, aki már végigjátszotta? Hát most a legutóbbi verzió frissítésbe bekerült ha jól emlékszem, a netes toplista. Tehát, hogy van egy állandó lista, amin látod, hogy ki hány pontot ért el, és ilyen, van egy-két ilyen megdöbbentő arc. Hogy milyen gyorsasággal csinálták? Hát meg mennyi pont, igen, mennyi pont. De azért kapnak pontot, nem a gyorsaságért, hát meg az ilyen extra. Sok minden ér jár pont. Több összetövő van, de hát olyanokat értek el, amit... Tehát, hogy extra dolgokat is el lehet hozni, például azért is plusz pont. Hát ebben speciál nem vagyok most pontosan szakértő, és nagyon szépen összerakott komplex rendszer. Igen, tehát idő, milyen hamar végeznek, mennyit teljesítenek az Almission-ből is, milyen gyorsan fejezik be, igen, azért elég durva van ott, igen. És akkor, de hát azért elég sok meló lehetett, mert ott ez egy csomó szöveges rész van. Hát ez csak szöveggel mesél történetet. De hát most igazából... a vizuális leszámítva nyilván az önmagában egy történetmesélőeszköz, ahogy kinéz, igen, tehát hogy te is mondtad, ez nagyon... De a Viktor keze is meg volt kötve, mert nem úgy kell elképzelni, hogy na most itt oldalakon keresztül görgetsz és a történelmet. Nem, ilyen kis szöveget, hanem ilyen igen. Az volt a feladat, hogy igazából nagyon röviden az ember... Így alul is megjelenik néha valami szöveg. Tulajdonképpen ilyen másfél-két SMS méretben. Igen. Ja, igen. Megjöjjön a... Tehát azért ez nehéz feladat, és az a durva, hogy nagyon sok ember abszolút beleélte magát, sőt, nagyon sok embert elkapott már ennyi pár mondat alapján, hogy jó. Valaki kifogásolta talán, hogy igen, rájött arra, hogy azon kívül, hogy hangulatot ad a rövid szöveg, más funkciója nincs, hiszen nem bonyolítottuk annál tovább, hogy ilyen soká elágazós sztori igen. legyen, mert egyszerűen nem volt rá időnk, volna bele, igen. Mert keret sem volt rá, igen. Viszont ezek pont arra jók, ezek az SMS-nyi szövegek, hogy ne az legyen, hogy kapsz egy XY feladatot, hanem érezd, hogy emögött az egész mögött van egy igen. kis világ. Tényleg az volt a cél, hogy kicsit úgy érezd magad, mint játékos, hogy ott ülsz az ilyen nagyon a játék bevezető intrója, ami így Gergő és Zsanett és Bettina munkája, akik így összehozták azt a bizonyos hangulatot, ahol érdemes elképzelni magunkat, hogy ülünk egy ilyen nagyon retrósosan volt
konzol előtt, ami tényleg egy olyan konzol, ami, ahogy elképzelték mondjuk a, nem tudom, 84-ben, hogy milyen lesz. És ott görnyedezünk, és megkegetjük ezeket a rendszereket. Ahogy a Severance-ben van, úgy néz. Hogyha belegondolsz, hogy amit ők néztek monitort, meg a játék között van egy pici, tehát hogy az annyi, meg, hogy pixel. Nekem a fejemben még mindig is, az ilyen alap kiindulási pont az az Aliens-ben a harci komputerek, azok a harci laptopok, amik akkorák voltak, mint nem tudom, szóval, mint egy bőrönt, igen, és igen. A monitort az elején így fölhajtottad, amilyen kicsi volt. A másik nagy kedvenc az meg mind hangban, mind dizájnban az első Alien film, tehát az Alien filmnek a legeleje, amikor a hajó, a Nostromo felébred, és kigyulladnak a monitorok, ja, meg kerregni kezdenek a dolgok. Ez a, igen, ez direkt a hangeffektekben is erre mentem rá, hogy ne azt érezd, hogy ez egy ilyen digitális, püttyögő kompjúterbe kapcsolás, aminek a hangjait csak azért rakták oda, hogy tud, hogy most bekapcsol a kompjúter, hanem ez összetevődik analóg hangokból is. Igen. Tehát, hogy a fölsúrog egy szallag benne, aha, meg elkattintasz egy gombot, meg hogy bemelegedik a képcső, és ezek mind pattognak, meg így a billentyűzetet lenyomod. Szóval ez ilyen félig analóg, félig digitális hangok vannak benne. Én mindent nagyon szeretek, ami kompakt itt tárgyak van meg innen, és valahogy erről a játékról az jut mindig eszembe, hogy ez egy ilyen kompakt játék, tehát hogy hiába lehet, hogy... Szerintem nem akar többnek látszani, nem is egy másfél óra alatt végigjátszható, egy ilyen tisztességesen megcsinált, de nem sokat vállaló játék. Én azt hiszem, hogy ez az, amit talán még mindig lehet indie. Ez az igazi indie játék. Igen. Tehát, hogy ez az, amit továbbra is felvállalhatóan indie játéknak lehet hívni, mert azért az indie játék most már egy eléggé olyan címke lett, amit nagyon sok mindenre ráraknak. Sok-sok millió dolláros projektek, igen, is indik, hogy igen. Így. Na, de ez a klasszikus indie játék. Igen. Egyébként visszatér egy másodpercre a játékra, hogy nekem a legnagyobb kritika, vagy a legkedvesebb pozitív kritika a játékról, hogy átküldted Stokinek. Tehát egyrészt Stoki nekem is írta, hogy nagyon tetszik neki, de amit neked írt, ő tökéletesen ráérzett a hangulatra, hogy ezt a játékot úgy tudja elképzelni, hogy bennül egy lesötétített furgonba valahol az utcán, egy sikátorba, és ott nyomogatja bent. Igen, tehát ez a legjobb, mert gyakorlatilag visszajött neki minden, igen, amit el akartunk abszolút érni. Legjobb visszajelzések egyike. Egyébként, ha már podcast ajánlókról is szó volt, akkor ezt szeretném itt megjegyezni, hogy Stökénk és a Gretnek a Checkpoint podcastjében. Pont volt benne. Tényleg. Pont a legutóbbi ilyen áprilisi értékelő, vannak ezek van ez a Checkpoint Now sorozatuk, ahol az adott hónapot értékelik, és ott van szó a dropról. Mind a ketten, te is, meg én is, így némcsekkelve vagyunk, azóta is köszönjük szépen. Meghallgatom akkor. Köszönjük. De akkor még a Stöki nem játszotta. Ja, akkor még nem játszotta. Tehát mi már tudjuk, hogy neki tetszett. Most így jó, beszpoilereztük a májusi Checkpointnál. Garrett írt róla egy kritikát egyébként. Ja, azt. Igen, így ő írt róla, és itt meg ő beszél róla. Aha. Igen. Na hát, szóval én abszolút elégedett vagyok vele, tök mindegy igazából, hogy mármint, hogy nem tök mindegy, de hogy számokban is, hogy teljesít. Én úgy, tehát egyeztetve a kiadóval tehát túléptünk azon a számon, amit ők úgy gondolták, hogy elérjük majd. Na, és elégedettek lennének vele. Tehát, hogy az már rég letolt. Az kurva jó. Na jó. Úgyhogy most igazából ott vagyunk, hogy szeretnénk új projektet csinálni, és akkor meglátjuk, hogy haladunk tovább. Igen, én ebből így azt látom, hogy pezsegnek az ötletek. Én most nyilván így én várok, de nyilván arra várok, hogy majd valami majd remélhetőleg. Hát figyelj, mondjuk ez nem egy nagy igazándiból, ez egy nem egy zsákba macska, nyilván drop egy, hogyha bejött a kiadónak és tetszik neki, akkor számolnánk egy drop kettővel, persze. De hát meglátjuk, hogy mi. Hát azzal nem árulunk el nagy titkot, projektja. Hogy úgy lett befejezve teljesen direkt, hogy vége van, de folytatható. Tehát, hogy ezt én nagyon-nagyon szerettem volna úgy megcsinálni, és szerintem sikerült is, hogy van egy befejezése, kifut a sztori valahova, de úgy van vége, hogy gond nélkül fel lehet venni a fonalat, sőt, lehet, hogy többek szeretnék is, nem tudom, ez majd kiderül, de ez már a jövő zenéje. Nagyon, tehát hogy ez a piac is alakul, ugye a játékfejlesztésen belül most
Hát egyrészt lebukott sok nagy olyan cég, aki így földúsította magát, és úgy gondolták, hogy, jól mutat a piacon, hogy ennyi emberrel dolgoznak, ebből kiderült, hogy egy csomó ilyen léhűtő van, csomó elbocsájtás volt, most akkor pont a közepén vagyunk egy hatalmas mega giga felvásárlásnak, ahogy a Microsoft megvette. Mert még veszi még, éppen. Tehát a veszegetés közepén van, ugye. De mit, az EA-t vette EA-t, meg? Ami valami... Nem, az Activision. Bocsánat, Activision Blizzard. Igen, ami bocsánat. Egyébként egy ilyen... Tehát erről lehetne tartani egy adást, csak nem vagyunk mi a Checkpoint, de hogy... Ők már többször igen, foglalkoztak vele, tehát, és nagyon jól körüljárják. Activision Blizzard története, hogy az egészen szuper kezdetektől a hatalmas magasságokig eljutva a bukás a szakadékba, majd a felvásárlás eszetlen jó, pénzért. Azt azért tegyük hozzá, hogy az a... Tehát azért bukásnak nem nevezném. Jó. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ennek van egy anyagiri, üzleti része, meg van egy mondjuk egy olyan része, ami mondjuk a hírnév, vagy a reputációd, vagy bármid. Igen, tehát van, amit nem vészelt át a Blizzard. Hát nagyon kirakatban voltak ők rakva. De még fogalmam sincs, hogy éppen hogy állnak, de azért így én úgy gondolom, hogy a Blizzard az... Tehát jó, hamarosan jön a Diablo 4, június valamennyi, ott majd meglátjuk, hogy éppen mennyire büntetik, most ilyen nagyon idézőjelek között mondom ezt, rendkívül meglepődnék, ha a Diablo 4 nem menne el végtelen mennyiségű példányban. Én ettől tehát... nem félek, hogy becsődölnek miatta. Én is sajnos egy leszek azok közül, akik meg fogják venni. Én amennyi pénzt költöttem a Diablo-ra eddig, és nekem egy nagy inspiráció a régi, és nagyon szerettem a hármat is. Én megmondom, sokaknak ugye rendszerben, meg egyéb dolgokban vannak problémái, de mint dizájnban és látványban ez egy annyira kiforrott és számomra szerethető dolog, hogy elképesztő mennyiségű órát raktam bele. Most visszatérnek egy kicsit erre a darkos világra, én nekem ez is nagyon tetszik. Szóval többfajta dolog összejön, tehát egyrészt ugye most fog kijönni a Diablo 4, pont a szülinapom után pár nappal, és nem tudok sajnos nemet mondani. Igen, így, ez hogy... már látszik, hogy nem mondhatsz nemet, abszolút. Igen. Tehát jól találtam rá indokokat, hogy miért kell megvegyem. Szóval biztos, hogy én nem vagyok egy játékipari szakértő és elemző, én is tényleg csak azt látom ebből, amit mondjuk így, nem tudom, én szakmabeli oldalakon, podcastekben, egyebekben szembe jön. Ez biztos, hogy nem, tehát ez mindig olyan, hogy nem tudom, hogy mennyire szerencsés, ha ilyen gigászok uralnak egy adott piacot, hát és itt most a Disney Marvel igen, felé igen. Sondítok tehát így. Ezért volt az, hogy ugye az EU nem nagyon engedte, vagyis valami hát próbálta most, megvétózni hát a vásárlást. Most éppen az angoloknál, tehát a britek dugtak egy ágat a küllők közé. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy és mondom ezt úgy, hogy lehet, hogy iszonyú naiv vagyok. Szerintem, ahol ennyi pénz és ilyen erők mozognak, ez a deal biztosan meg lesz, maximum. Persze, nem most. Kompromisszumokat kell kötni, nem most lesz meg, amikor tervezték. Igen, ez egy tehát olyan, mintha ilyen gletszereket néznél mozogni, ja, tehát hogy igen, megállíthatatlan és hatalmas. Sok köze nincs az embereknek, mert halandó emberek ebbe így nem nagyon tudnak beleszólni. Tehát tényleg olyan pénzek, és egyáltalán az, hogy én nyilván a könyvkiadás kapcsán látom ezt, ahol egyébként pont talán tavaly vagy most évelején volt. Tehát a nemzetközi könyv és az angol száz könyvpiacon is lett volna egy ilyen nagyon nagy összeolvadás. Tehát, hogy ilyen a legnagyobb kiadó vette volna meg a második legnagyobbat, és annak például, tehát ez volt az a bizonyos ügy, ahol például Stephen King egy amerikai bíróságon érvelt, mint író az ellen, hogy ez a deal létrejöjjessen, hogy ez miért nem jó. És azt például az egyik amerikai bíróság azt így elkasszálta. És én ennek például kifejezetten örülök, az nem jelenti azt, hogy szerintem ez valószínűleg csak időkérdése, de egyszerűen nem hiszem, hogy jót tesz bármilyen területnek az, ha van egy, és ott már tényleg nagyjából egy, vagy maximum kettő gigász lett volna, és ez tényleg félelmetes, hogy van
nem tudom, több ezer könyvkiadó, most a kicsiktől az egészen piciktől a nagyokig, és akkor rájössz, hogy valójában az egy. Tehát, hogy így igen. Az én egy is mindig nézem, hogy melyik, hogyha keresek egy könyvet, hogy kiadta ki, és mindig vagy a Penguin Random House, vagy a Macmillan, vagy nem tudom, valamelyik ezek igen, közül, igen. A nagyok közül, és hát azoknak a, valami imprintje. Igen, és itt most pont a Penguin Random House, most nem akarok ilyesok, de lehet, hogy éppen azokat vették volna meg, azt hiszem. Tehát, hogy így eléggé. Elég és hogy van tényleg ezer kicsi kiadó. És ez valójában mind egy fúja. Nagy ernyő alatt. Igen. Vagy igen, maximum igen. Kettő alatt hát van. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége ugye a Disney-nél. Tehát én csak azt látom, hogy igazából a teljes csőd, teljes kreatív csőd van most a Disney házatáján. Igazából semmi. Tehát sikerült 5-6 év alatt leépítsék azt a minimális lelkesedést is, ami volt az emberben a nagy brendek felé. Én, de amikor... érted, mondod ezt te, de közben meg ők, meg iszony. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy aki egy kicsit ilyen kritikusan gondolkodó ember, aki a filmekkel és ilyesmikkel foglalkozik egy picit, az ott persze, tehát hogy ott zátonyra fut ez a dolog. De közben pedig nekik ez egy minoritásuk. Ők a nagyon nagy közönségnek akarnak, a nagyon nagy közönségre akarják rázódítani a szarjukat, és ez sikerül is, és felzabálják nagy kanállal. Tehát, hogy... Hát az utolsó a Marvel filmek tökre nem úgy teljesítettek már, most mint a csúcsik. Pont a Guardians of the Galaxy 3 az éppen most nagyon megy. Hát azt gondoltam, hogy menni fog. Meg lehet, hogy az Ant-Man-es kvantum okay, baszás. De nézd meg, hogy egy csomó... a professzionális podcast. Igen. De hogy egy csomó meg igen, nekik ez a fontos, hogy nagy részt kurvára jól menjen. Most egy-kettő... Ez egy jó cím. Ez a 3X-es bocsánat. Verziója. Igen. Hát figyelj, igazából a számok törvénye szerint így ők nem hiszem, hogy törődnek egy olyan, hogy egy film egy kicsit bebukott. Nem. Számomra egyébként pont így mezei moziba járóként az a legdurvább, hogy tehát most már én már azt se látom, hogy mit számít mondjuk nyereséges filmnek egy stúdió szempontjából, mert olyan összegek röpködnek, hogy és akkor hát ez sajnos csak, most mondok valamit, sajnos csak 800 millió dollárt hozott, csak 500 milliót igen. Hozott, és így tehát egy időben jó nyilván azóta változott egy film előállítási költsége is, meg minden változott, de hogy akkor is ez döbbenetes, hogy így hogy hát ez csak 500 millió. Igen, még kutarc. Annak idején a legdrágább film a Titanic volt 200 millió dollárra. Igen. Úgyhogy... És számomra ez is egy nagyon, nagyon ijesztő dolog, miközben meg hát persze, tehát látom azt, hogy nem is tudom, pont a D&D film kapcsán volt az, hogy 150 millióba került megcsinálni, és akkor így, hát mi került ezen 150 millióba? Szerintem, ha az ember megnézi, akkor látszik, hogy mi került rajta 150 millióba, mert hát abban nem volt egy jelenet sem, amiben nem volt cégéig. Hát szerintem sem, talán amikor a tengerparton ücsörögnek, de talán. Lehet, hogy ez is Blue Box előtt volt. Igen. Nem, szerintem arról láttam forgatás kérdő, tehát a tengerpart az valid, de hogy igen, lehet, hogy a barlang mögöttük már nem. Tehát igen, ki tudja. Nyilván ezek már nem is tudom elvárások, hogy észre se vedd, meg nem is veszed észre, akkor nincs, de hát attól még az ott van. Tehát én értem, hogy ez egy drága dolog, és így lehetne analógiákat vonni a játékiparral, ahol tényleg most már egy AAA cím elkészítése, nem tudom én, 5-6 év, és nem tudom én hány százmillió dollár. Ja. Tehát, hogy ezek is őrült összegek, miközben arról beszélünk, hogy a tényleg mit jelent indinek lenni, hogy amikor tényleg ilyen elenyésző mennyiségű pénzekből raksz össze ugyanúgy működő játékokat. Tehát ez külön ligák, persze. Nekem van egy kérdésem, mert amire ti lehet, hogy tudtok felni, hogy azt szokták mondani, hogy ha egy ilyen nagy AAA stúdió kihoz egyetlen egy olyan játékot, ami nem hozza be az árát, az a csődjét jelenti a stúdiónak. Most ezt én el is tudom képzelni, a matematika tényleg az... Mennyiből készült de ezen? Hát mondjuk egy iszonyú nagy költségvetésű, hogyha nem hozza. Volt már olyan egyáltalán, hogy nem hozta vissza az árát, és hogy emiatt csőd közelbe került egy... Szerintem volt olyan, hogy nem hozta vissza az árát, olyan, hogy csőd... Szerintem ezért így csődbe talán nem ment, de azért vannak olyan, tehát itt mindig attól függ, hogy melyik stúdió, mert van olyan stúdió, akit mondjuk simán touchra tesz egy drága játék, de ez most ez nem a Blizzard lesz mondjuk, vagy Activision Blizzard, de én úgy gondolom, hogy a közép szinten, ahol már nagyon drága játékok készülnek, de még nincsenek ezek a gigászok,
ott szerintem simán ez előfordult. Viszont itt jön be az, hogy ezek a stúdiók ma már valamelyik nagynak a tulajdona. Tehát, hogy, és most innentől fogva fogalmam sincs, hogy most mit tudom én, az Electronic Arts az benyeli-e, vagy tényleg akkor így tehát szétteríti. Tehát meg vagy... a Destiny is, ami ugye igen. korán sem úgy nyitotta, hogy igen, kellett volna, az is egy de ilyen... mégis, még most tehát, is van. Igen, tehát ráadásul már a Bungie saját tulajdona. Igen, ezek is ilyen relatív dolgok, hogy mi számít. A Paul Destiny... McCartney-val ja. irattak hozzá. Igen. Cheat. Tehát annyi reklám pénzt nyomtak mi abba a szarba, hogy bele? Ilyen Paul McCartney valakinek semmi köze nem volt, látszott már az egészhez, írt hozzá betétdalt. Meg ismert színészek voltak, igen, a teljesen álltak a szinkronhangok. A Tyrion Lannistert, aki játszott a színész. Peter Dinklage. Ő volt a szinkronhangja, aki segítő robotnak, igen. aki mellette volt. Aztán lecseréltek, lecserélték, igen. Mert nem, valahogy nem működött. Szóval nyilván ezek, és a Destiny 1 például a maga módján, tehát nyilván ezért nem lehet ezt mondani, hogy mi számít bukásnak, mert most a Destiny 1, ez kicsit olyan, mint amikor a, nem tudom, a Disney azt mondja, hogy hát ez csak nem tudom, 800 millió. Yeah. Tehát, hogy mindig relatív, hogy, hogy mennyit költöttél rá, és akkor ja, nem is tudjuk, hogy pontosan mennyit költöttek rá, meg hogy akkor benne, a Destiny-nél is ilyen horror összegek repkedtek. De 5-600 milliós igen, volt a PR csak, vagy nem hát, tudom. Hát, vagy 250, tehát ez az, hogy már én sem tudom, mert annyira össze-vissza voltak, hogy is összesen 500 millió, és 250 millió játék, 250 a marketing, tehát, hogy ahhoz nagyon kell teljesíteni egy játéknak, hogy ezt visszahozza. Ez, igen, pont ez. És hogy ilyenkor meg tényleg azt mondom, hogy most mi számít, tehát hol dől be, hol nem. A legtöbb játék manapság már, és a Destiny erre tök jó példa, hogy ezért nyilván nem az első napos eladásokra készül, hanem arra, hogy a játék mint szolgáltatás, ugye ez éppen aktuális ilyen buzzword, vagy ilyen kifejezés, hogy évekig játsszál vele, évekig tedd bele a pénzt, és akkor abból persze aztán visszajön, csak nyilván az indulás az egy nagyon fontos dolog még mindig. Szerintem itt van olyan játék, ami magával ránt a stúdiót, ha előre készültem volna, amikor akkor biztos nem találtam volna. Meg Motoszkál is egyébként a fejemben, nem akarok hülyeséget mondani. Az biztos, hogy nagyon drága most már AAA-s játékot csinálni. Tehát rengeteg ember kell hozzá, és nagyon hosszú idő. És innentől fogva meg nagyon magasan vannak a... Tehát nem véletlenül nem is nagyon szeretnek már kockáztatni, igen. mert nem szívesen kockáztatsz egy olyan játékkal, ami mondjuk, nem tudom, 6 évig készült, és 300 ember dolgozott rajta, mert annak az éjszakén... GTA. Hát én nem hinném, hogy a GTA és a kockáztatás szó az bármilyen ja, mondatban hát nem, így szerepelhet. Éppen azt mondom, hogy az tipikus, hogy ja, nem hogy igen, az. Igen, tehát, igen. hogy tipikusan nem kockáztatás. Bármilyen kiegyen név alatt. Igen. Egyébként, bár nem tripla, de én csodálkoztam ezen a magyar stúdió bezáráson is, hogy a izé bezárt, hogy hívják ezt a stúdiót. Gameloft. Gameloft, igen. Hát igen. Szerintem azon mindenki csodálkozott. Tehát, hogy ők maguk is szegények, akik alkalmazó. Nekem az is ilyen volt, hogy ez hogy működik. Szerintem igazából van a Jason Schreier nevű ex-kotakus újságíró, aki a Bloombergnél van már ideje, ő az, aki a játékiparnak az ilyen, tehát ő az, aki a legszaftosabb dolgokat mindig így meg szokta szellőztetni, mert hihetetlen kapcsolati hálója van, meg neki tényleg így elmondanak dolgokat. Neki két könyve is van, ami a játékfejlesztés sztoriairól szól, az egyik a Blood, Sweat and Pixels, a másik pedig a... Gyorsan akartam mondani. Na, mi az eszembe? Talán... Na, mindegy. Az első könyv az arról szól, az azokról a projektekről szól, amik iszletos kínszenvedések árán lettek meg, de sikeresek lettek. Tehát ott végigmegy a sztorikon, interjúk, stb. Witcher 3, Stardew Valley, Hollow Knight, ilyesmik. Mm-hmm. ahol mindig rezgett a léc, hogy meg lesz, de meglett, és csőstül kifizette a mindazt. És ezek indie játékok egy hát csomó. A Witcher 3, a Witcher nem, 3 de mondjuk a Stardew Valley-t azt egy ember csinált a pincében, tehát nem tudom hány évig, ja. és közül kicsit megőrült, aztán jobban lett, de hogy igen, ezt nem lehet bírni, ezt a fajta stresszt. És a másik pedig a, most megint majdnem megvolt, talán így, meg tudnád nekem addig nézni? Persze, mondja. Jason Schreier. És na és hogy az miről szól? Az pedig azokról a projektekről szól, amik nem sikerültek. Ja, aha. SCH.
igazi professzionális podcast, amikor googlizgatjuk itt a Schreier. S-C-H-R. Igen, a professzionális, nem. Na, mindegy, igazából. Keres arra, hogy ott, igen, ott ő van. Az, ő az. Oh, sorry. Igen. A press reset, ez az, press reset. Oké. Okay. Az a második, az pedig pörgünk, arról szól. Igen, igen, ezt így most újra kezdem, és vágd ki, légy szíves, az előző. Tehát így pont, igen, ez azokról, az meg azokról a projektekről szól, amik hát nem annyira pozitívak, tehát nem egy vidám olvasmány. Az első, a Blood, Sweat & Pixels sem feltétlenül az, de ott mindig ilyen, azért happy endes, bár az emberi vég gondolja azokat a sztorikat, és így szerintem megfogadja, hogy soha nem Kickstarter-eztet játékot. Tehát így, mert egy rosszabb dolog van annál, ha nem sikerül a Kickstarter-et, ha sikerül. Igen. És akkor mondjuk teljesíteni kell minden létező pledge-et, amit bevállaltatok az utolsó. Valószínűleg ebben ez egyébként sokat fejlődött a Kickstarter, és a Kickstarter-re cuccokat feltevők viselkedése, mert szerintem már nagyon sokan úgy csinálják, hogy tanulva biztosan a problémát. Egyébként ez a hőskorról szó, tehát maga a Blood, Sweat & Pixels, ez egy 2017-es könyv, és hát nyilván előtte ilyen, de ez egy 2010-11-es sztori azért főleg. Illetve szerepel benne az Aaron, most pont így a Disney Marvel kapcsán is aktuális, hogy beszéltünk róla, a Lucas Film Games, Lucas Arts, később Lucas Arts, hogy hogyan nem lett az a Star Wars játék, amit nagyon sokáig csináltak, és a Coruscanton játszódott volna, és fejvadász lettél volna benne. Na, annak nagyon szomorú a sztoria egyébként. Tehát az a sztoria, ahol tényleg így évekig dolgoznak emberek, és akkor, hát akkor most nem tudom, eladtuk mint a Lucas Mouse filmet. Guard filmben. Ja, tényleg annak is elég szomorú sztoria. Ugyanaz volt, hogy minden kész volt, iszonyatos, kreatív energia ment bele, sok éven keresztül rengeteg ember, és kihúzták alóluk a szőnyeget, az ugrodva rögtön. No. Hát, még egy dolgot akartam egyébként a nyárral kapcsolatban, hogy... Amit a Gergő még el sem mondott, igen, hogy mit csinál. Nem, ez fontos, gyorsan ezen túl. Igen. Semmi. Nincs. Tehát nekem sincsenek ilyen nagy nyári terveim. De munkát akartam mondani, mert hogy arról volt szó, hogy ki min fog dolgozni. Hát én el fogok menni egy-két hétre lenyugodni, átgondolni az életet, és... Nem árulsz több halálpálcát? Igen. Obi-Wan megmondta, és szerintem fogok ötletelni, egy biztos, hogy van egyrészt ötletem egy következő projektre, ez ilyen hobbi szinten, és el fogok gondolkodni a podcastről is, hogy hogyan haladjunk tovább, és hát dolgozni fogok a zajló projekteken, a Neocornál, és felvételek is lesznek, meg minden. Tehát, hogy azért sűrű lesz a nyár, szerintem. Tehát, de semmi extrém. De nem lesz olyan sűrű nekünk, mint nem, egyeseknek. Hát egyébként azt akartam nem mondani. Nem megyek Polinéziába autogramot osztogatni. De nem, én is fogok dolgozni, ezt akartam mondani, hogy most fogjuk befejezni a Bestiarium Hungaricumot, ami igazából az első ilyen magyar néprajz és folklór teremtményeknek egy gyűjteményes könyve lesz. De ezek ilyen mitológiai lények? Még Kaponyányi Monyok? Vagy általatok kitalált? Nem, semmi nem általunk kitalált, ezt egy néprajzkutató írta. Jó. És az illusztrációk, az enyémek plusz egy másik illusztrátor srác is dolgozott rajta, aki ilyen metszeteket csinál. Tehát, hogy metszetek vannak, vagy nem. Tehát, ha metszetszerű, vagy milyen? Azt hiszem, hogy ezek... Vagy résztarc, vagy mi? Nem tudom, milyen. Mindegy. És tudsz mondani egy darab lényt, ami mondjuk egyetlen egyet? Hát milliót tudok, mert mindegyik lesz benne például... azt hiszem három szegmensre lesz osztva, és lesz olyan, hogy amik, hát ha nem is... ez nagyon rosszul hangzik, hogy ember szabásúak, de hogy tehát akik kvázi emberek, ott mondjuk ez garabonciás lesz, lesz boszorkány, lesz minden, de lesz
a vérmedvétől kezdve Prikulicson keresztül, aha, minden az állat szekcióban, és stb. Tehát össze van szedve, és ilyen könyv még nem volt soha. Nem. Úgyhogy ezt szerintem Jandowskinak volt ugye a jelkép kalendáriuma, de az meg egy ilyen nagyon-nagyon átfogó ilyen. Itt de, ebbe csak ez a bestin, ez nagyon jól hangzik. Tehát úgyhogy ezt majd össze... A Gyík király áldását adja a kiadványra. ez majd összejelenne, meg azt kínálni. Most nem meg felélegzett. Igen, nem kell bezúzatni. Igen. Felélegezhet a kiadó, megengedem. Még nincs is mit szerencsére, de majd össze. Ez nagyon jól hangzik. Igazándiból ezt az utolsó adást én most egy ilyen kis gyors összefoglalóra és előrejelzésre terveztem. Nagyon utószóként nagyon-nagyon tényleg megköszönöm az összes kedves hallgatónak az eddigi figyelmét, és nagyon remélem, hogy ez a kis nyári szünet csak abban fogja megerősíteni őket, hogy még inkább hallgassák az adást. De lehet pótolni a kimaradt epizódokat. Igen, és... Tehát aki olyan, mint mi, Gyulával, hogy így a My Episodes-ban így gyűlnek a Spotify-on, ha azt éppen azt használják, a meghallgatásra váró részek, akkor hát itt a tökéletes alkalom, hogy minden héten egy jó Gyík király epizódot így az életükben. Annyit el tudok mondani, hogy mindenkinek egyrészt boldog, tehát kellemes nyarat kívánok, ne szakadjatok meg, tartsátok az árat az inflációval, vagyis hát egyre zuhanó forinttal, ami már ugye egyre jobb, mert napról napra azt halljuk, hogy alig van már infláció, tehát hogy ne vegyetek túl sok paradicsomot, ami a csőd bekerget titeket az áruházakban, de hallgassatok... Váratlan kanyar ez a végén. Hallgassatok sok podcastet, annyi, hogy egyébként mindenféle információt elérhettek a podcast honlapján, ami a www.gyíkkirályszigete.hu, és elérhettek a Facebook oldalunkon is, amit egyébként annyira nem szeretek használni, de ott szoktam megosztani alapinformációkat. Az oldalon tudtok nekünk írni is, bármi, tényleg most egyébként meglepő módon az előző adás után egész sok levelet kaptam arra nézve, hogy már ötletek is vannak benne tök jók, hogy mit várnak el, meg hogy nagyon tetszik, pozitív visszajelzések is voltak, és nyugodtan írhattok ránk a Facebook oldalon is, meg a weboldalon is, és várjátok olyan lelkesedéssel a második szezont, mint ahogy én tervezem, vagy ahogy mi lelkesedünk érte. Remélem. De ez a hüm. Igen, ez egy olyan. Ahogy ő lelkesedik, majd én lelkesedek. Honolulur. Igen, ez a várjátok úgy, mint várjátok úgy a második évadot, mint Gyula Polinézia. Köszönöm, tökéletes zárószó volt. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.